Én nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kürt Akadémia online meetupján. Ugye a mai alkalommal négy előadónk lesz, és a négy előadónkban az az egyik közös, hogy ők nem piaci szereplőknél dolgoznak. Ugye amikor a data science-re vagy az adatok elemzésére gondolunk, akkor nagyon sokszor azzal a, hát az a defitek kell nekünk is megküzdenünk itt gyakorló adatelemzőként, hogy az adatelemzés az mindig valami profit maximalizálás, hatékonyságnövelésnek az eszköze, és csak erre lehet használni. És azért szerveztük ezt a meetupot, hogy bemutassunk nektek olyan példákat is, amikor nem feltétlenül, vagy nem ennyire közvetlenül a profit növelés a cél. És olyan előadókat hoztunk nektek, akik a vagy állami szereplőknél dolgoznak, vagy az oktatásban dolgoznak, vagy olyan helyen dolgoznak, ahol tényleg nem ennyire egyértelmű, hogy a profit növelése lesz a cél. Arra szeretnélek kérni, csak egy picit így az este menetrendjéről egy pár szót szeretnék mondani. Négy darab előadónk lesz. Az előadóknak körülbelül olyan 15-20 perc idejük lesz az előadásaikat elmondani. Arra kérnék benneteket, hogy nyugodtan, hogyha bármi kérdésetek felmerül menet közben, akkor azt írjátok meg nekünk chatben. És a négy előadást követően egy ilyen közös kérdés-válasz szekcióban ezeket a kérdéseket fel fogjuk tenni. Nyilván ott arra is lesz majd lehetőségetek, hogy ezeket a kérdéseket akár képpel, hanggal ti élőben is feltegyétek és kérdezzetek az előadóinktól. Jó, arra kérnélek még benneteket, hogy amikor, vagy aki éppen nem beszél, az a hangot azt mutolja le. Szerintem mindenkinek ez lesz a legjobb, hogy mi sem halljuk a otthon történteket, és így igazából az előadóra tudunk mindannyian figyelni. Nagyjából ennyi. És akkor csapjunk is bele szerintem a témánkba. Az első előadónk Hajós Bernadett lesz. Ő egy... Hát ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy egy olyan cég képviseletében van ma itt, akinek Magyarországon talán a legtöbb magyar ügyfele van. Ugye ez a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ő a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértő főnyomozója, egyébként őrnagy a beosztása, és arról fog beszélni nekünk, hogy a NAV az hogyan használja fel az adatokat, hogyan használja fel azokat a digitálisan létrejövő adatokat és információkat, amik a rendelkezésére állnak, és ezeket a nyomozásban hogyan tudja hasznosítani. És egyáltalán hogyan változott meg igazából ez a tevékenység az adatok segítségével. Betty, tiéd a szó. Sziasztok! István, annyit egy kicsit pontosítanék, hogy én a NAV-on belül a bűnügyi főigazgatóságon dolgozok, és a bűnügyi főigazgatóságnak azért nincs annyi ügyfele, mint a NAV-nak szerencsére, mert azért büntető eljárást minden cég és minden személy ellen nem kell indítanunk. De természetesen, hogyha bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor azonnal lépünk. Úgyhogy ennyi pontosítás után kicsit szeretném bemutatni a NAV bűnügyi főigazgatóságának a tevékenységét, mégpedig az adatelemzés kapcsán. Itt a prezentációmat én is azzal indítanám, mint egyébként a témában bárki más, azaz, hogy a digitalizáció és a globalizáció együtt jár azzal, hogy az életszinte minden területén exponenciálisan növekszik a rendelkezésre álló adatoknak a mennyisége, és az teljesen így van a nem piaci szereplőknél, úgy, mint például a rendvédelmi szerveknél, vagy a közigazgatási szerveknél is. És ezzel a jelenséggel a NAV bűnügyi főigazgatóságának is be kell küzdenie, hiszen a nyomozások eredményes befejezését az csak úgy lehet biztosítani, hogyha az adatokat megfelelően tároljuk, megfelelően feldolgozzuk, elemezzük, és így a keletkezett eredmény az hozzájárul a nyomozásnak a hatékonyabb, eredményesebb befejezéséhez, és emellett pedig a jövőbeni bűnelkövetés megakadályozásában is segítségül szolgál. És így a NAV nevében azt mondhatom, hogy azok a bűnüldöző hatóságok, akik a manapság nem képesek a technológiai újításokat felvenni, azok lemaradnak, és a működésük hatékonyságát is elvesztik azáltal, hogy egyre több humán erőforrást kell bevonniuk a manuális adatelemzésbe, és ezáltal teret veszítenek, és eközben pedig a bűnözés fog teret nyerni. A NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, bocsánat, csak a prezentációm. Igen.
Tehát a NAV nyomozó hatósága a hatáskörébe tartozó bűncselekményeknek a zöme az ugye költségvetési csalás, és itt a költségvetési csalások esetében olyan esetekkel találkozunk, amikor az elkövetők tudatosan építenek fel átláthatatlan bonyolult céghálózatokat, indítanak bonyolult tranzakciókat, vagy éppen missing trader ügyleteket, és ezért az adatelemzésnek a specialitása az abban rejlik, hogy itt elsősorban az adatok közötti összefüggésekre és a kapcsolatok feltárására kell összpontosítani az erőinket. A legfontosabb célkitűzéseink közé tartozik az egyrészt a szervezett bűnözői köröknek a felderítése, az elkövetőknél realizálódott vagyonelemeknek az elvonása, és így próbálunk részt venni a gazdaságnak a fehérítésében, és biztosítani azt, hogy a hazai és az uniós költségvetés az biztonságban legyen. A feladatunkból adódóan teljesen más adatkörökkel találkozunk, mint a piaci szereplők. Ugye ők elsősorban így példálozó jelleggel felsoroltam, hogy mik azok az adatok, amikkel találkozhatnak. Tehát ilyen ügyféladatok, fogyasztói szokásoknak az adatai, stb. Azon ezek az adatok általában ugye struktúrált formában állnak a rendelkezésre. Azonban nálunk a bűnügyi főigazgatóságon a nyomozások során elsősorban nem struktúrált formátumú dokumentum jellegű iratok keletkeznek, ilyenek például a jegyzőkönyvek, lehallgatási anyagok, jelentések, lefoglalt iratok. Ami viszont struktúrált formában áll rendelkezésre, az a hívásforgalmi adat, pénzügyi tranzakciós elemzés, illetőleg az adóhatósági adatok. Ami ezekből az adatokból nekünk fontos, és egyébként ugye a tevékenységünket támogatja, az elsősorban ugye az előzménykutatás. Ahogy említettem, nekünk a feladatunk arra irányul, hogy az adatok közötti összefüggéseket megtaláljuk. Előzményeket azokat általában a bűnügyi adatbázisokban találhatunk, és a bűnügyek kapcsán kereséseket hajtunk végre, különböző entitásokat tudunk kinyerni az adatbázisból, és akkor az entitások közötti összefüggéseket kell nekünk megtalálni. Jelen pillanatban van egy komplett beszerzésünk, ami egy bűnügyi értékelő elemző rendszernek a felállítását szolgálja majd, és ez a rendszer kialakítása segítséget nyújt abban, hogy ezekből a rendelkezésre álló iratanyagokból, adatokból az entitásokat kinyerjük, és az entitásokat és a kapcsolataikat pedig vizualizáljuk, és ez pedig segítséget nyújt abban, hogy az adatok közötti összefüggéseket, azokat megtaláljuk. Az előzménykutatáson kívül, ami nagyon fontos számunkra, ugye a telekommunikációs adatoknak az elemzése, manapság már mindenki zsebében ott van az okostelefon, és az okostelefonon a hívásforgalmi adatok, illetve a helymeghatározási adatok, azok ugye rendelkezésre állnak. Így a büntetőeljárások lefolytatása során kiemelt jelentősége van annak, hogy a telekommunikációs adatokat feldolgozzuk, és így a kinyert információkból feltérképezhető legyen a hiószámot használó személynek a személyi köre és a tartózkodási helye, és ezek mind-mind bizonyítékul szolgálnak a bűncselekmény elkövetéséhez. Ezeknek a tranzakció vagy telekommunikációs adatoknak a feldolgozására egy speciális célszoftverünk van, és ennek segítségével a nyomozók, illetőleg az elemzők vizualizálni tudják az egyes kapcsolatokat a hívószámok között. Ami nálunk a bűncselekmények során keletkezik, az ugye a pénzügyi tranzakciós adatok. Ugye a költségvetési csalások során elég sok utalással találkozunk, és ugye a pénzügyi gazdasági bűncselekmények nyomozása során ezek kiemelt jelentőséggel bírnak,
amiért kiemelkedő ezek jelentősége, hogy átfogó képet kaphatunk a látókörbe került személyekről, az általuk használt gazdasági társaságokról, azoknak a pénzügyi viszonyairól, illetőleg emellett megismerhetjük, hogy valójában kik a bűncselekmények a haszonhúzói, továbbá a vagyonkutatás és a vagyonbiztosítás érdekében hol érdemes a nyomozóhatóságnak eljárnia. Itt alapvetően a pénzügyi tranzakciós elemzéseknél több nehézségbe ütközünk. Egyrészt ezek mindig nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és feldolgozásuk rettenetesen hosszadalmas előkészítő munkát igényel, mire ugye át kell fésülni az összes bankszámlát, kiválasztani az ügy szempontjából releváns tranzakciókat. Ez megfelelő célszoftverek hiányában akár mondjuk hónapokba is telhet. Ami még itt nehézség számunkra az, hogy a pénzintézetek eltérő formátumban bocsátják ezeket az adatköröket a rendelkezésre, és így nyomozóhatóságnak szintén több erőforrást kell biztosítani arra, hogy az adat standardizálást azt elvégezhessük. Ami még a specializált feladatelemzési feladatok közé sorolnék, az az elkövetői csoportelemzés. Szervezett, bonyolult, komplex, személyi és tárgyi összefonódással bíró bűncselekmények nyomozása esetében szinte nélkülözhetetlen az, hogy az elkövetők kapcsolatrendszerét feltérképezzük. Ez történhet ugye nyomozati iratokból, a lefoglalt eszközökön tárolt adatokból és nyílt forrásból származó adatokból. Továbbá ehhez még hozzávehetők a banki tranzakciós adatok és a hívásforgalmi adatok is, és itt is a hálózatkutatás módszereit használva dolgozzuk fel az adatokat, és az egyes adatok közötti összefüggéseket keressük, és így építjük fel az elkövetői csoportnak, a tagjainak a hátterét, a kapcsolati rendszerét. Nagyon-nagyon sok az adatmennyiség, ami egyébként lefoglalásra kerül, és ugye digitálisan rendelkezésünkre áll. Gondoljunk csak arra, hogy az egyes mobiltelefonokon, számítógépeken, felhőben milyenféle adatokat tárolunk. Ezek az elkövetőknek az informatikai eszközein is ugyanúgy megtalálhatók, és ezek is bizonyítékul szolgálnak a bűncselekmények elkövetésénél. Többnyire ezek sem struktúrált formában állnak rendelkezésünkre, és speciális forenszik eszközökkel nyerjük ki ezeket az adatokat, majd ahhoz, hogy ezeket fel tudjuk használni szövegbányászati eszközökkel, az entitásokat kinyerjük, és akkor így a kapcsolatokat szintén egy másik speciális vizualizációs eszközzel meg tudjuk jeleníteni. A bűnügyi főigazgatóság hatáskörébe tartozó gazdasági bűncselekmények nyomozása során szinte elengedhetetlen az, hogy az elkövetők által használt cégek hátterét és ezek kapcsolati rendszerét ne térképezzük fel. Ez összetettebb ügyekben megfelelő adatbányászati és adatvizualizációs eszközökkel végezhető hatékonyan. Egy gazdasági társaság kapcsolati rendszerének elemzése kiemelt jelentőséggel bír, különösen az úgynevezett hiányzó kereskedő típusú ügyletek esetében, mivel az elkövetési magatartás tipikus jellemzője az, hogy az elkövetők folyamatosan cserélik az elkövetéshez használt gazdasági társaságokat. Az Opten adatbázisunk az adatbázis szinten áll rendelkezésre, így az adatbázis tartalmának vizsgálatával megállapítottuk azt, hogy számos olyan gyanús céggel találkozhatunk, amely a költségvetést károsító bűncselekmények szempontjából magas kockázattal bír, ilyen például, hogyha
az ügyvezető eltiltás hatálya alatt áll, vagy a székhely szolgáltatóhoz került bejegyzésre a gazdasági társaságnak a székhelye, vagy az is gyanúra adható ott, hogyha a cég alvó volt eddig, és egy idő után elkezd működni. A bűncselekmények elkövetésének szempontjából potenciálban bíró cégeknek a kiszűrése ez korábban csak manuálisan történt, azonban több százezer gazdasági társaságból a gyanúsnak tűnő vállalkozások kiválasztása az rendkívül hosszadalmas, és rendkívül humán erőforrás igényes. Így prediktív analitikai módszerekkel lehetővé válik az, hogy mondjuk automatikusan kiválasztásra kerüljenek a bűnügyi szempontból kockázattal bíró gazdasági társaságok. Természetesen, mint ahogy a piaci szereplőknél, nálunk is keletkeznek statisztikai adatok, amelyek a nyomozóhatóságnak a teljesítményét tükrözik. Ilyen például mondjuk az egységes nyomozati bűnügyi statisztika, de emellett vannak például saját adataink, amik szintén a teljesítményünk mérésére használatosak. Ilyen például a vezetői információs rendszerből származó adatok, vagy akár a controlling, és természetesen mi is megkeresésre nemzetközi és más hazai hatóságnak szolgáltatunk statisztikai adatokat. Ezeknek a statisztikai adatoknak az elemzése az általában a hagyományos leíró statisztika módszerek alapján történik. Azonban elkezdtünk alkalmazni prediktív analitikai módszereket, ahogy már említettem, így a gazdasági társaságoknak a kiszűrése, gyanús gazdasági társaságok kiszűrése kapcsán, illetőleg mi is próbálunk a nyomozóhatóság teljesítményének mérésére prediktív analitikai módszereket, például megvizsgálhatjuk azt, hogy a múltbéli információk alapján egy-egy ügy az várható-e, hogy váderedményességgel végződjön, vagy éppen megszüntetésre, és akkor a mintázatok alapján el tudjuk dönteni, hogy adott ügy, amelyek eredményesen került befejezésre, ahhoz milyen nyomozati cselekményeket kellett végrehajtani. Fontos szintén az, hogy az elemzésnek az eredménye az megfelelően publikálásra kerüljön, és mi is jobban szeretjük a kapcsolati ábrákat, a dashboardokat, a 30-40 oldalas jelentések helyett. Mi is azt valljuk, hogy egy kép az többet mond ezer szónál, és talán a kapcsolati ábrák azok jobban tükrözik az egyes entitások és az egyes adatok közötti összefüggéseket, mint például a papír alapú jelentések. Statisztikai adatok megjelenítésére már én saját magam elkezdtem használni különböző dashboardokat. Keressük azokat a megfelelő szoftvereket még, amelyek számunkra is elfogadottak. Ajánlásokat ezzel kapcsolatosan tettünk, de mi is a közbeszerzés hatálya alatt állunk, és azért sok esetben nem mi döntünk, vagy ha döntünk, akkor évek múlva várható ezzel kapcsolatosan valamiféle eredmény. Én azt mondom, hogy a fentiekben felvázolt feladatok és ezek végrehajtásával kapcsolatos kihívások azok nem csak nálunk, hanem valamennyi nyomozóhatóságnál is jelentkeznek, és a nyomozások időszerűsége érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy korszerű elemzőeszközöket és módszereket használjunk arra, hogy a legbonyolultabb ügyekben is leredukáljuk a bizonyításra fordított 2-3-4 éves időtartamot. A szervezetünknek a célja egy új szemléletű, adatalapú, modernizált bűnüldözési technológia kialakítása, amelynek fókuszában egyébként
a bűnözés elleni hatékony fellépés a költségvetési bevételek biztosításával, és a jelenkor technológiai fejlődése, a globalizáció és az EU-n belüli mozgásszabadság az olyan lehetőségeket biztosít a szervezett bűnözést résztvevő csoportoknak, amelyek ellen hagyományos eszközökkel egyszerűen esélytelen fellépni, és ezért fontos az, hogy mindig lépést tartsunk, vagy egy lépéssel előre, egy lépéssel az elkövetők előtt járjunk, és folyamatosan fejlesztjük az adatelemzési eszközeinket, illetőleg speciális tudást szerezzünk meg az adatok elemzésére vonatkozóan. Hát én ennyit szerettem volna így elmondani azzal kapcsolatosan, hogy milyen tevékenységet végez maga a NAV-nak a bűnügyi főigazgatósága az adatelemzést illetően. Én azt hiszem, hogy mint a Kürt Akadémia volt Data Scientist-es hallgatója, az itt a Kürt Akadémián megszerzett tudást azt rendkívül jól tudom hasznosítani a munkánkban. Ahogy utaltam rá, kialakítás alatt áll egy központi bűnügyi elemző értékelőrendszer, és ennek például részt vettek az adatbázis kapcsolatának kialakításában, illetőleg az új rendszer kapcsán a tesztelésekben, a szakmai igények felállításában. Emellett a prediktív analitikai módszerek bevezetésében. Úgyhogy én azt mondom, hogy mint nem piaci szereplőként is nagyon jól tudjuk hasznosítani azt a fajta tudást és know-how-t, amit a Kürt Akadémián megszereztünk. Köszönöm szépen a lehetőséget! Nagyon szépen köszönjük, Betty, az előadásodat. Ha bárkiben bármilyen kérdés felmerült, akkor nyugodtan írjátok be a chatbe, és akkor a negyedik előadás végén egy közös kérdés-válasz szekcióban ezeket föl fogjuk tenni. Már érkeztek is be kérdések, ezeknek nagyon, nagyon örülünk. Nagyon szépen köszönjük, Betty, az előadásodat. A következő előadónk Újszászi Balázs lesz, aki a Magyar Postánál dolgozik, és ott IT üzleti tervező. Bettiben és Balázsban az a közös, hogy ugye a Data Science képzésünk egyik volt, és Balázs pedig a jelenlegi hallgatója. És hát ha az előbb tévedtem, hogy a Betty munkahelyén a legnagyobb, nem tudom, ügyfélszámmal rendelkező entitás, akkor a postánál már talán nem nyúlok annyira mellész, hogy azt gondolom, hogy a postán is rengeteg ügyfél adattal lehet dolgozni, de Balázs nem erről fog beszélni, hanem a másik oldalról, hogy az ügyfél adatok és az ügyfél igények kiszolgálása, ez egy eléggé bonyolult IT architektúrával történik a Magyar Postán belül. És igazából Balázs azt fogja megvilágítani, hogy ennek az IT architektúrának a megértése, kezelése, ez is igazából nem sokban különbözik attól, mint amikor adatokat kell elemezni, és megmutatja azt, hogy milyen eszközöket, milyen módszereket használ a Magyar Posta erre a célra. Balázs, tiéd a szó. Így van, köszönöm szépen, István. Úgyhogy meg is próbálom kivetíteni, amit szeretnék. Látjátok, ugye? Ezt egy igennek veszem. Igen. Jó, szóval sziasztok, én Újszászi Balázs vagyok a Magyar Postától, és a téma, amit hoztam nektek már, az a hálózatelméleten alapuló architektúra modellezés a Magyar Postánál. Egy kis bevezetést hoztam, hogy kontextusba tudjuk helyezni, vagy inkább ki tudjátok engem kontextusba helyezni. Én 96 májusában születtem, és már egész kiskoromban rájöttem, hogy én a számítógépekkel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy ennek a hobbimnak hódolva én 2015-ben a Corvinus gazdasági informatikára szakára jelentkeztem, és ott egy olyan válaszút elé álltam egyszer csak, hogy mégis hova szeretnék szakmai gyakorlatra menni. És tök érdekes volt, egy nagyon véletlenül hozta úgy, hogy igazából a Magyar Posta fejlesztési osztályán kötöttem ki, amit hát bő fél év után ott hagytam, mondván, hogy én a tanulmányaimra fogok koncentrálni, és miután ezt befejeztem szintén a Corvinuson, utána eldöntöttem, hogy na jó, most akkor elég volt, pihenni fogok,
és innentől, nem tudom, Hawaii még egy fél évig. Igen, ez egy hónapig sikerült, amikor is visszajöttek a postához, és én örömmel fogadtam ezt a felkérést egyébként, így csatlakoztam az IT architektúra osztályhoz a postánál. Aztán pedig 2020-ban odáig jutottunk, hogy ahogy István is mondta, én most a Kürt Akadémia 8. évfolyamára járok éppen, az utolsó hetet rúgjuk, úgyhogy igyekszem majd ilyen friss tudással is minél többet megmutatni nektek. És egy kicsit magáról a témáról, hogy miről is van szó, hogy az Enterprise Architecture magában egy nagyon széles fogalom, amit különböző frameworköknek a javaslatait, szabályait, constraintjeit próbálják maguk az architektek, mi architektek, próbáljuk egy kicsit ráhúzni a szervezetre, próbáljuk egy kicsit kontextusba helyezni azt a nagy IT kupacot, ami gyakorlatilag egy nagy vállalatnál előfordul. És erre nekünk vannak különböző eszközeink, az egyik legkedvesebb eszköz, amit itt láttak, ez a System Architecture Management Utility, ez a SAMU rendszerünk, ami egyszerre architektúrban modellező eszköz, illetve egy rendszernyilvántartás is, egy nagyon széles körű eszköz. Használjuk továbbá az iparági standardre gyakorlatilag az Enterprise Architect szintén modellezésre, a víziót szerintem nem kell bemutatni, illetve ahol adatok vannak, ott nyilván van Excel is, ahol pedig komoly report igények vannak, ott már az Excel nem elég, úgyhogy Power BI is van. Úgyhogy én itt az Enterprise Architecture egyik szeletét szeretném nektek kibontani, méghozzá az architektúra modellezés. Nekem ez a fő területem, én mindig ezt mondanám magamról, hogyha kérdeznék, hogy én architektúra modellezéssel foglalkozom, és alapvetően ezek az eszközök, amik így a rendelkezésünkre állnak, ezek 99%-ban mindent kielégítenek, viszont van az 1%, ami valahogy soha nem jön össze. És például ilyen kérés az, amikor a menedzsment megkeres, hogy szia Balázs, kérnénk egy ábrát arról, szeretnénk kinyomtatni, hogy néznek ki a rendszereink, pakoljuk fel az összes rendszert, pakoljuk fel az összes integrációt. Oké, egy teljesen jogos kérés, kivéve akkor, hogyha több száz rendszerről van szó, 500 és 700 közötti rendszerszámról van szó, mert akkor gyakorlatilag csak ezt fogjuk látni, hogy egy ilyen halmozott oszlopdiagramtól hárommal rosszabb ábrát látunk, ahol gyakorlatilag nem tudjuk kibogozni, ezt így nem lehet nyilván adni a menedzsmentnek, nem fogják azt mondani, hogy hú, köszönjük szépen, pontosan erre gondoltunk. És hogyha tovább pörgetjük az eszközöteket, akkor igazából az Enterprise Architect-ben sem tudjuk megtalálni ezeket a dolgokat, amikre nekünk szükségünk van. Ugye az Enterprise Architect-ben nagyon aprólékos, nagyon kis műszaki ábrákat lehet csinálni, viszont 500 rendszert így nem lehet ábrázolni. Hát a vízió pedig vízió, ugye tök jó dolgokat lehet vele csinálni, nagyon jó ilyen adhok ábrákat lehet csinálni vele, viszont az a vállalat, ahol csak vízióban vannak nyilván tartva az architektúrák, az pusztulásra van ítélve szerintem, úgyhogy nem szeretném ezt a vonalat sem erősíteni. És pár hete ültem a Kürt Akadémia egyik pénteki előadásán, a Data Science képzésen, és a hálózatelméletről volt szó, és teljesen megfogott, hogy igazából, hogyha belegondolok, akkor a rendszerek és az integrációk sokasága, ami a nyilvántartásunkban van, az mind csak egy adat. Teljesen mindegy, hogy mivel ábrázoljuk, most éppen SAMU-val ábrázoljuk, de mi van, ha nem ezzel akarjuk. És akkor kitűztem magam elé három célt, amit így viszonylag reálisnak tartottam. Az első, amiről már panaszkodtam is egy kicsit, hogy egy áttekinthető architektúrábrát szeretnék mutatni a menedzsment, illetve minden érdeklődő számára. Volt még egy olyan problémám, hogy gyakran érkeztek olyan igények, amiket nagyon gyorsan kellett volna kiszolgálni, de erre nem volt lehetőség a jelenlegi eszközökkel, illetve volt még egy kakukktojás, hogy a core rendszereket kellett volna meghatározni. Na most én kicsit techi ember lévén egyből a Python felé nyúltam, és nagyon örültem neki, hogy nagyon gyorsan megtaláltam ott a számításaimat és a szükséges library-ket. Ugye Pandas, NumPy, Matplotlib szerintem senkinek nem újdonság, mert foglalkozott ezekkel. A NetworkX az egyetlen olyan, amit talán nem ismertek, ez a hálózatkutatásnak, vagy a hálózatelemzésnek az egyik legjobb Pythonos eszköze, és illetve a Bokeh, HoloViews, meg a Data Shader, ami nagyon sokat segítenek az ábrázolásban. Hát akkor kanyarodjunk rá az első célra, ugye teljesen jó, beimportálom az adatokat, ugye csak vonalakat, meg pontokat dobok fel egy ábrára, ez semmi baj nincs, elképzeltem, hogy ez teljesen jó lesz, és akkor hát megkaptam végre ezt a
ezt a pókhálót, amivel úgy voltam, hogy oké, értem, hogy miért történt ez, de valószínűleg nem ez lesz a végtermék, ezt azért így nem mutogatnám senkinek. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy mivel lehetne ezt egy kicsit javítani. És arra jutottam, hogy itt igazából az interaktivitás hiányzik, tehát egy statikus képhez képest mindig sokkal többet fog mondani egy interaktív ábra. És itt beimportáltam a bokeh, illetve a Holoviews Library-t, és látjátok, hogy sokkal szebb nem lett az eredmény, viszont amit itt most nem tudok átadni, hogy ez egy interaktív diagram, tehát ha rámennénk itt az egyes kis gombócokra, akkor kirajzolná szépen, hogy milyen kapcsolatok vannak itt. Az egyetlen probléma ugye az volt, hogy ez még mindig szörnyen néz ki, és hosszas kutatás után megtaláltam azt, amire nekem szükségem van, ez pedig a bundling. Ez egy olyan eljárás, ami gyakorlatilag a hasonló irányba közlekedő vonalakat, tehát a hasonló irányú vonalakat, ő egy kicsit összecsoportosítja. Az interaktivitás megmarad, viszont közben egy kicsit azért átláthatóbb lesz az egész. Én ezzel már majdnem megelégettem, viszont mégsem. Itt jött a data shader, ami gyakorlatilag, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez az érhálózatát tudja megmutatni a postának, tehát ahol ilyen látjátok az információ szuperstrádát, azt itt a sötét vonalak jelölik, és kicsit elhalnak akkor, amikor már csak pár kapcsolat van a rendszerek között. Ez magában szintén statikus, viszont ha szeretnénk kiemelni egy rendszert, akkor nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Például ebben az esetben itt a törzsadattárunkat mutatom most be, hogy gyakorlatilag ilyen irányú kommunikációi vannak, viszont hogyha ezt odaadjuk az igénylőnek, aki kérte, hogy rajzoljuk ki a TASZ-nak a kapcsolatait, akkor azt is látja, hogy mekkora részét fedi le ennek az egésznek. Milyen hatásfokkal lehet ezt a TASZ-ot így egy kis dobozba rakni gyakorlatilag. Nagyjából ezzel már megelégettem, és ott jött a második célom, hogy oké, mi van akkor, amikor meg szoktak keresni azzal az igényel, hogy szia Balázs, itt van 1, 5, 10, 20, 100 rendszer. Szeretném, hogyha ezeknek a kapcsolatát egymás között megmutatnád, vagy éppen egymás között, és a külvilággal úgy unblock. És erre is van egyébként jó eszközünk, viszont nagyon lassú, nagyon körülményes. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy igazából, hogyha én már felrajzoltam ezt az egész adathalmazt, vonalak és pontok tekintetében, akkor gyakorlatilag vehetném egy speciális szubgráfiát, egy metszetét ennek az egésznek, ami pontosan azokat a rendszereket és azokat a vonalakat adja ki nekem, amire nekem szükség van. És akkor ebből lett gyakorlatilag ez a egyébként nagyon buta, viszont nagyon hasznos ad hoc plot nevű function, amit írtam. Itt egy listaként bekéri, hogy milyen rendszereknek szeretnénk kirajzolni a kapcsolatait, az out paraméter megadja, hogy a külvilág felé, vagy csak önmagukban, és a details pedig, hát információkat tudunk szolgáltatni, mondjuk, hogyha az üzleti terület kíváncsi arra, hogy milyen státuszúak ezek a rendszerek, akkor ezt is megtehetjük. És itt próbáltam egy kis interakcióval is készülni, tehát látjátok, hogy nagyon nagy előnye ennek a dolognak, hogy ahhoz képest, hogy mennyi információt rejt egy ilyen ábra, és hogy milyen könnyen kiexportálható ugye sima HTML formátumban. Az üzletnek az igényeit gyakorlatilag teljesen ki lehet elégíteni azzal, hogy megmutatjuk nekik a kapcsolati hálót, viszont cserébe nekünk nem kell őket beengedni semmilyen rendszerükbe, nem kell hozzáférés biztosítani semmihez. Úgyhogy egy nagyon lightweight és szerintem frappáns megoldás arra, hogyha gyorsan kell információt kiszedni valahonnan, akkor az hogyan történjen. És akkor hát itt van a harmadik célunk, a kakukktojás, amiről beszéltem, ez egy nagyon érdekes téma, amikor én a postához érkeztem, akkor volt, egy csomószor volt szó arról, hogy x darab korrendszerünk van, és akkor kérték, hogy na akkor erre az x darab korrendszerre le tudná gyűjteni nekem ezt meg ezt az adatot, és mondtam, hogy természetesen, csak mondjátok meg, hogy mi ez az x korrendszer, mert én tényleg nem tudom, hogy mik a fő rendszereink. És szépen lassan kiderült, hogy senki nem tudja igazából, tehát valahonnan jöttek ezek valamilyen intuíció alapján, hogy mik ezek a core rendszerek, de pontosan nem volt meghatározva soha, hogy mik ezek. Úgyhogy elgondolkodtam rajta, hogy ha már itt van ez a tök jó kapcsolati hálóm, akkor ezt igazából arra is fel lehetne használni, hogy különböző algoritmusok mentén én kiszámoljam, hogy mik számítanak core rendszernek. És itt az egyetlen célom az volt, hogy a benyomások és az intuíció helyett igazából tudományos alapokon priorizáljuk,
a rendszereinket, és ennek, hát utána néztem nagyon sok mérőszámnak, nagyon sok algoritmusnak, és ugye elkezdtem nézegetni, hogy oké, fokszám. Ugye azt jelöli a fokszám, hogy egy rendszerből hány integráció megy ki, hány különböző kapcsolata van a többi rendszerrel, hasznos lehet ez nekünk? Természetesen. Közelség és köztiség nagyon érdekes dolgok, arról adok egy kicsit tájékoztatást, hogy azzal játszanak igazából, hogy a legrövidebb úton hol helyezkedik el a mi adott rendszerünk bizonyos tekintetekben. Viszont, hogyha belegondolunk, hogy van három rendszerünk, mondjuk A, B és C, és akkor van egy lineáris kapcsolat köztük, A beszélget B-vel, B beszélget C-vel, akkor nekünk ez nem teljesen, egyáltalán nem fontos igazából, hogy A milyen úton tud eljutni C-ig. Hogyha szeretnénk, hogy A beszélgessen C-vel, akkor majd csinálunk hozzá egy integrációt. Tehát ilyen szempontból mindig szelektálni kell, hogy mi az, ami lehet, hogy egy teljesen jó mérőszám, de mi az, ami valójában fontos nekünk. És rá kellett jönni, hogy ez a két mérőszám pont nem fontos nekünk. Úgyhogy itt a saját vektorcentralitás, illetve a volt ránk harat még a pakliban, ezek szorosan összefüggenek egyébként. Igazából azon alapulnak, hogy egy rendszer a rendszer az alapján kapja meg a fontosságát, hogy az őt körülvevő rendszerek mennyire fontosak. Kicsit furcsán hangzik, de megvan a matematikai levezetése, és a VOTRANK abban segít, hogy ezeket az értékeket ne toljuk be teljesen középre, ugye evidens lenne, hogy akkor a legfontosabb rendszerek mindig középen vannak. A VOTRANK segít abban, hogy ezeket a rendszereket kicsit szétszórjuk. És akkor ezek teljesen jó mérőszámok, viszont amint látjátok, eléggé más a szórásuk. Tehát itt például a Foxennál és a saját értéknél is tudjuk azonosítani a mondjuk tegyük fel, hogy két kórrendszerünket, viszont a többinek az eloszlása már egészen különböző, főleg ott, amik a középső harmadban vannak. Úgyhogy mindenképpen ki kellett találni még egy olyan igazából képletet, ami ezeket pontosan tudja súlyozni. Erre van egy kísérlet, igazából annyi a lényeg, hogy sikerült meghatározni ezt a core indexet, és gyakorlatilag most már nem az X core rendszerünket tudjuk meghatározni, hanem nem priorizálni tudjuk a core rendszerünket a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy tudományos alapon tudjuk egy kicsit értelmezni a saját rendszereinket. És hát összefoglalásként annyit szeretnék mondani, hogy nekem, amit így a Data Science képzés tanított, és erre mindenkit csak búzítani tudok, hogy egy kicsit próbáljon mindenki adatos szemüvegen keresztül nézni olyan dolgokra, amit egyébként minden nap csinál, viszont talán még úgy is érzi, hogy nincs benne hozzáadott üzleti érték, hogyha ő ezt adatos szemüvegen keresztül kezdi el nézni. De sokáig én is így voltam, aztán egyszer csak bevillant, hogy hoppá, ebből is lehet valamit csinálni, ebből is lehet valamit profitálni. És én még azt szeretném mondani, hogy ez a kérésem felétek, hogy ne elégedjetek meg mindig a létező megoldásokkal. Tehát, hogy van valami, ami úgy tűnik, hogy teljesen jól működik, de az esetek nagy részében optimalizálható. És amíg ez az optimalizáció az nem megy, nem töltötök több időt az optimalizációval, mint amelyik nyernétek vele, addig szerintem mindig megéri. Úgyhogy utolsó tanulságként még annyit mondanék, hogy ne féljetek attól, hogy belevágtok. Én egy hónapja semmit nem tudtam nagyjából a hálózatelméletről, és mostanra pedig az egyik fő érdeklődési köröm lett. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hogyha esetleg van kérdés most vagy később is, akkor főleg a későbbre vonatkozik, akkor ezen az e-mail címen bármikor el tudtok érni, és várom szívesen a kérdéseiteket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Balázs, a te előadásodat, és így újra mondom, hogyha bárkinek bármi kérdése van Balázs előadásához, akkor írjátok be a chatbe, és ezt föl fogjuk majd tenni a negyedik előadás végén. A következő előadónk Pusztai Gábor lesz, aki a Nemzeti Mobilfizetési ZRT üzletfejlesztési és üzemeltetési igazgatója.
Azt gondolom, hogy ez az első cég talán, amiről mindenképpen érdemes lesz egy picit beszélni a Gábornak, hogy mivel is foglalkozik. Mindannyian ismerjük egyébként a céget, csak nem feltétlenül tudjuk, hogy az általunk használt szolgáltatás mögött ők állnak. Egy országos platformot működtetnek, ami igazából a parkolással kapcsolatos. És Gábor az előadásában egyrészt azt fogja elmesélni, hogy ők milyen adatokat gyűjtenek, milyen adatokat kezelnek, és ezeket hogyan használják fel a folyamataik optimalizálására, és hogy mik a jövőbeni céljaik, hogy ezeket az adatokat hogyan tudják még jobban akár kiaknázni. Gábor? Rendben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, és próbálom most megosztani a... prezentációmat, ami remélhetőleg el is indult. Elindult? Elindult, látjuk. Szuper, köszönöm szépen. Bizonyosan mindenki találkozott már velünk szolgáltatásainkkal. 14 júliusban indult a társaságnak ez az üzleti platformja, ami gyakorlatilag egy jogszabályi kijelölésen alakul, tehát egy kvázi leegyszerűsítve egy állami monopóliumnak tekinthető. Leginkább a mobil parkolás kapcsán találkozhatotok velünk, de e-matrica értékesítésben, viszonylati úthasználati jegyek tekintetében, illetve most már egy éve a közlekedési mobilek tekintetében is bizonyosan hallottatok, vagy találkoztatok, vagy használtatok minket. Viszontadókon keresztül érik el jellemzően a mi szolgáltatásainkat, itt a nagy telkó cégekre kell gondolni, mint legfőbb viszontadóinkra, a Telekomra, Telenorra, Vodafonra, és közvetlenül is kiszolgálunk ügyfeleket, van saját applikációnk, közel 400 ezer regisztrált ügyfelünk, ebből nyilván kevesebb az aktív ügyfél, de viszonylag sok közvetlen ügyféle is rendelkezünk, és egyszerre végzünk gyakorlatilag egy nagy kereskedelmi és egy kis kereskedelmi tevékenységet is, és közvetlenül, illetve viszontadóinkon keresztül körülbelül 3,5 millió felhasználót érünk el, tehát egy viszonylag nagy vagy magas szintű a reach, gyakorlatilag országos szolgáltatásról, országos elérésről beszélünk. És miben is rejlik ennek a platformnak az előnye, amit mi üzemeltetünk? Ez gyakorlatilag egy üzleti és technológiai aggregátorként nézhető, vagy tekinthető, értelmezhető, átjárás biztosítunk szolgáltatók és viszonteladók között, gyakorlatilag bármely viszonteladó ügyfele, bárhol az országban ugyanolyan módon veheti igénybe a szolgáltatást, illetve bármely szolgáltató egyetlen egy csatlakozással, a platformhoz történő csatlakozással, például bármelyik budapesti kerületben, bármelyik viszonteladó applikációjával lehet fizetni, vagy telefonos behívással, vagy SMS küldéssel, vagy akár nyilván kevesebben tudnak róla, de automata GPS alapú parkolási szolgáltatást is igénybe lehet venni. És fontos gyakorlati előnye például, hogy közös térképkezelésünk van, azaz egy központi adatbázisban tároljuk például a mobil parkolási térképet, illetve ennek a GPS koordinátait, így amikor mondjuk egy Telekom applikációban vagy egy Simple applikációban kirajzolják a térképet, akkor mindig mindenkit ugyanabba a zónába, ugyanolyan módon jelenít meg, és ez ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag egy központi adatbázisra támaszkodik a teljes rendszer. És hát, hogy mégis a volumeneket érzékeltessem, elég komoly forgalmat bonyolított 14 július óta a rendszer. Itt nem is a volumen vagy a forintosított forgalom az érdekes. Az adat hasznosítás szempontjából inkább ez a nagyon magas tranzakciószám, tehát több mint 170 millió darab tranzakciót bonyolítottunk októberig. Ebből rengeteg adatunk keletkezik. Egy részét hasznosítjuk, egy részét még nem, illetve azt mondanám, hogy inkább a nagyobb részét nem hasznosítjuk. Korábban ezeket gyakorlatilag ad hoc és rendszeres statisztikákat is közvetlen adatbázis lekérdezéssel készítettük, ez azonban nagyon megterhelte a rendszert, illetve nem is a legjobb megoldás volt, ezért pár évvel ezelőtt bevezettünk egy SAP HANA rendszert,
amelyben jelenleg napi frissítéssel kerülnek áttöltésre a tranzakcionális adatok. Milyen adatok is ezek? Gyakorlatilag egy parkolással összefüggő minden olyan adatot áttöltünk, illetve kezelünk, amely később bármilyen felhasználási célra, jelenlegi tudásunk alapján bármilyen felhasználási célra hasznos lehet. Ezek anonimizált adatok, nyilván kezelünk ügyféltörzseket is, de például a viszonteladók esetében nem tudjuk, hogy melyik ügyfél, mindegyik mondjuk telekomos ügyfeles parkolásnál csak annyit látunk, hogy egy telekomos parkolás indult, és a saját ügyfeleink esetében, akik nálunk regisztráltak, ott látunk ügyféltörzset, illetve tudjuk vizsgálni adott ügyfélnek a parkolási mintáit például. Több szolgáltatását is használjuk a SAP HANA-nak. Itt alapvetően azért a Lumira Designerre és a HANA Studio-ra támaszkodunk, amikor belső felhasználóként valamilyen elemzéshez adatokat próbálunk kinyerni a rendszerből, illetve külső felhasználók is használják ezt a rendszert. Ennek elsődleges terméke két dashboard, az egyik egy ilyen vezetői tájékoztatási dashboard, gyakorlatilag idősoros forgalmi adatokat tartalmaz, a másikat pedig a Budapesti Közlekedési Társaságnak készítettük, amikor bevezettük a szolgáltatást Budapesten. Ez is egy vezetői információs dashboard, iPad-eken fut mind a kettő, illetve weben keresztül is elérhető. Alapvetően ezek idősoros kimutatások. Mi alapvetően ezeket a tranzakcionális adatokat rendszeres deskriptív statisztikákra használjuk, illetve vannak olyan esetek, amikor külső rendszerből kapunk elszámoláshoz kimutatásokat, például ilyen az e-matrica értékesítés, amikor a Nemzeti Útdíjszolgáltatótól kapjuk meg az elszámolandó tételeket, és mi ezeket validáljuk a saját kimutatásunk alapján. Erre használjuk például, illetve adhok kimutatásokat, elemzéseket végzünk. Általában mi a SQL kérdezésekkel indulunk, és Excelben végzünk. Ez nem abszolút tisztában vagyunk vele, hogy ez fejlődési fázisnak még azért az elején van. A DM labbal is dolgoztunk együtt, mint külső szakértő, és próbálkoztunk Power BI-ban készített kimutatásokkal is. Ez egy olyan vonal, amin szívesen tovább megyünk majd a későbbiekben, de jellemzően a mindennapokban ez a leggyakoribb felhasználási módunk. És hogy mire is használjuk még ezen kívül, hogy deskriptív statisztikákat készítünk? Alapvetően amit látni kell, hogy nagyon sok szolgáltató és szolgáltatás kapcsolódik ehhez a rendszerhez. Itt különböző viszontaladói, saját ügyfeles, illetve szolgáltatói interfészek vannak, és bár akkorára nőtt már a napi tranzakciószám a platformon, hogy gyakorlatilag kevés olyan szolgáltatás vagy rendszerelem van, amire azt lehetne mondani, hogy kis alacsony kockázatú, azaz gyakorlatilag a bármely buboréknak az időszakos kiesése nagyon rövid időn belül szolgáltatási szint sértéshez vezet, ezért nekünk kiemelten fontos, hogy a monitoring tevékenységünk az nagyon magas szinten valósuljon meg, bár a core rendszerüzemeltetés, tehát a Windows, Linux alkalmazások üzemeltetését, illetve az adatbázis üzemeltetését és a cél tevékenységet kiszerveztük, ezt egy állami cég, a NIS ZRT végzi, de kvázi, ami itt marad nálunk, a service desk, az jóval több, mint általában egy service desk szokott lenni, gyakorlatilag proaktív rendszerfelügyeletet is végzünk, és sok mindent építettünk saját erőforrásból, amit megosztunk az üzemeltetővel a saját, illetve a szolgáltatás fenntartása érdekében. És ilyen például az adatok egyik monitoring célú alkalmazásán, felhasználásában,
a Grafana rendszerünk, ezt is saját magunk építettük, ez gyakorlatilag egy perces frissítésekkel, itt a monitoring falunkon fut, a legnagyobb szolgáltatók, a kiemelt forgalmú szolgáltatókat figyeli, illetve a sikeres-nem sikeres parkolási arányokat figyeljük. Itt nagyon sok esetben előfordul, hogy a problémákat, a rendszer szintű problémákat, vagy lassuláshoz vezető problémákat már ezeken azonosítani tudjuk, illetve időben ez alapján jelezni tudjuk az üzemeltetőnek, illetve le tudjuk követni a kisebb viszonthaladói aktivitásokat is. Több esetben volt az elmúlt években is, hogy bár nagyon magas színvonalú üzemeltetése van a legnagyobb cégeknek és a legnagyobb viszonthaladóknak, a telkó cégeknek is, több esetben volt, hogy mi riasztottunk viszonthaladókat rendellenes működés azonosítása miatt. Ez alapvetően minket elsősorban szolgáltatás színvonala miatt érdekel, tehát itt a viszonthaladókat nem ellenőrizni szeretnénk, hanem inkább a viszonthaladó ügyfelek magas szintű kiszolgálásában vagyunk csak érdekeltek. Másik ilyen felület, ez az Oracle Cloud, ami gyakorlatilag adatbázis terhelést ellenőriz, illetve ennek a terhelést tudjuk ellenőrizni. Ezt az üzemeltetőtől kaptuk ezt a felületet, ezzel kevés dolgot csináltunk, úgyhogy tovább is lépek. Alapvetően ezt is figyeljük, tehát akármennyire is ki van szervezve az üzemeltetés, gyakorlatilag a core monitoring felületeket mi is folyamatosan nézzük, ha nem is 7/24-ben, de be vannak állítva nálunk riasztások, úgyhogy gyakorlatilag amikor nem vagyunk az irodában, akkor is folyamatosan tudjuk, hogy mi történik a rendszer. Ami viszont már a saját erőforrásra épült, ez a Dynatrace rendszerünk, ez a legösszetettebb monitoring felületünk, és itt alapvetően a hívások számát figyeljük, illetve az arra adott válaszidőket, ebből is nagyon sok következtetés lehet vonni, illetve ez az egyik olyan pont, ahol az üzleti folyamatok elhasalását legkorábban észre tudjuk venni. Ez már mesterséges intelligenciával működik, a Dynatrace hazai szállítójával dolgoztunk szorosan együtt, ez egy viszonylag bevett monitoring megoldás üzleti folyamatok követésére, illetve van még egy Greylog rendszerünk, amiben pedig a logokat követjük vissza, itt gyakorlatilag a viszonteladói hívásokat, illetve a kapcsolódási felületek naplóját tudjuk visszakövetni. Nem olyan hosszú időtávon, de pontosan arra jó, hogy amikor egy napon belüli komolyabb incidens után vissza szeretnénk nézni, hogy pontosan mennyi tranzakció és milyen hívások miatt sérül, akkor ezt meg tudjuk tenni viszonylag egyszerűen. És a beharangozóban is jeleztem már, hogy a bottleneck típusú problémákban nem szívesen hiszek, illetve folyamatosan küzdök ellene, szervezetileg is, illetve személyesen is, és még pedig azért, mert szerintem a megoldások alapvetően nem eszközökön múlnak, úgy a monitoringban, mint az adathasznosításban. A mi tevékenységünkben legalábbis én így gondolom jelenleg. És én hoztam egy eset tanulmányt, amit a közlekedési mobil jegybevezetése kapcsán érdekes, illetve ott keletkezett. Ezt gyakorlatilag tavaly vezettük be, ezt a szolgáltatást a budapesti közösségi közlekedésben, és az volt az igény, hogy első ajtós felszállást, vagy az első ajtós szolgáltatáshoz mindenképpen adjunk valamilyen technológiai megoldást a sofőrök számára. Itt lehet, hogy már egy páran ismeritek, de itt van egy futár nevű rendszer is ezeken a buszokon, amelyre sajnos különböző okok miatt, erre nem szívesen térnék most ki, de nem lehetett felköltözni. Tehát volt egy eszköz, egy céleszköz, ami egy magas biztonságú ipari eszköz, amire sajnos nem tudtuk felrakni ezt a validációhoz szükséges megoldásunkat. Így egy új eszközt kellett beszerelni, ami külön megér egy
egy esett tanulmányt, de nem egyszerű dolog ezekbe a buszokba bármilyen eszközt beszerelni. És ami érdekes volt, illetve ami a kihívás volt, hogy egy eszközfelügyeletet kellett kialakítanunk, erre ténylegesen megvolt egy MDM csomagunk, tehát nem ez volt a legnagyobb kihívás, hanem több forrásból származó adatot szerettünk volna egy platformon megjeleníteni, viszonylag egyszerű vizuális azonosításról, illetve historikus adatokat és az aktuális állapotot egyaránt szerettük volna erre a platformra húzni, illetve hogy későbbi beavatkozáshoz a szerelőknek megfelelő információkat szolgáltassunk. A probléma viszont az volt, hogy ez 3 különböző üzemeltető, 4 különböző rendszerben és eltérő formátumokban szerepelt, ezért sok lehetőséget vizsgáltunk meg, és arra jutottunk, hogy az általunk jelenleg használt nagyvállalati megoldásokkal nem tudtuk megoldani ezt az átjárhatóságot, illetve jelent olyan bővítéseket kellett volna megugranunk, ami mondjuk egy állami cégnél nem evidencia, mert mondjuk beszerzést igényel, mert üzleti terv felülvizsgálatát igényli, és egyébként is nem biztos, hogy a költségeit viselni kívántuk volna. És a megoldás végül a meglévő Grafana rendszerünkbe történő belefejlesztés hozta el. A teljes fejlesztése házon belül történt, olyan kollégák fejlesztették, akik egyébként az üzemeltetésben kvázi unikornisként működnek, szeretem ezt a szót használni, a különleges tehetségekre, illetve a belső erőforrásaikat a végletekig megmozgató kollégákra szoktam így hivatkozni, akik messze túlmutatnak munkakörükön, az elvárt teljesítményt pedig messze felülmúlják. Úgyhogy meg is említem a nevüket, mert ezt nem tudom elkülönni, Hambalgó István és Temesi Olivér kollégáim készítették ezt a fejlesztést, és jelenleg ez biztosítja Budapesten a minden első ajtós BKK buszjáraton az eszközök felügyeletét, segít a rendellenes működés azonosításában, illetve segít a cserék megszervezésében. Amit csinál, gyakorlatilag figyeli az eszközö a különböző rendszerekből érkező adatokat összesíti, és amennyiben az eszköz nem működik megfelelően, vagy túl régen kért a rendszerből titkot, ami a validáláshoz szükséges, vagy valamiért kikapcsolta a sofőr a kijelzőt, vagy gyenge a térerő, mindezek esetén, vagy ezek feltételek felmérése esetén riaszt, és be lehet avatkozni, és követhető, hogy egyébként a busz éppen hol jár, mert hogy ezeket az eszközöket napközben nem lehet kivezetni a forgalomból, tehát nem állhat be a busz a garázsba egy eszköz rendellenes működése miatt, hanem ezeket a helyszínen, a busz, a menet közben, félreállt busznál kell megjavítani. Azaz egy olyan típusú beavatkozást igényel, amire fel kell készülni, illetve nagyon aktuálisnak kell lenni az információknak. Jelenleg ez egyébként jó ideig házon belül működött ez a rendszerünk, de időközben ezt már integráltuk a core rendszerünk mellé, és optimalizálva van már az áttöltés időzítése is, illetve a frissítés is. Ez gyakorlatilag fél percenként frissül ez a rendszer, és 8 másodpercenként tölti be a friss adatokat. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok a kollégáim helyett is, ők nagyon szerények, én nagyon büszke. És hogy mi az, amivel mi szeretnénk foglalkozni, illetve milyen irányba szeretnénk még az adathasznosítási, felhasználási tevékenységünket továbbfejleszteni. Nagyon sokat dolgozunk a belső kompetenciafejlesztésen, illetve azon, hogy a kollégáknak kellő teret engedjünk arra, hogy ilyen típusú megoldásokon dolgozzanak, illetve az érdeklődésüknek, kompetenciájuknak, vágyaiknak megfelelő témákkal foglalkozhassanak, ami egyaránt hasznos a cégnek is, illetve őket is motiválja. A prediktív modellezés irányába még nem mozdultunk el, de legalább egy éve már az étlapunkon van, egyszerűen nem jutottunk még a prediktív modellek kipróbálásáig. Illetve nagyon fontosnak látjuk, illetve szeretnénk ebben is elmozdulni, hogy
elsősorban partnereink számára adattermékeket fejlesztünk. Itt elsősorban olyan típusú kimutatásokra, rendszeres, esetleg adhok kimutatásokra gondolok, vagy statisztikai csomagokra, amelyeket a viszonteladók, illetve a szolgáltató tudnak használni pontosabb marketingre, adatalapú döntéstán, bármilyen adatalapú döntéstámogatásra, de jellemzően, hogy olyan típusú adatokhoz juthassanak, amelyek az ő rendszerékben nem képződnek le, illetve nem látják a teljes tortát, csak a saját tevékenységüket és eredményeket. Úgyhogy ez egy olyan típusú döntéstámogatás, illetve olyan típusú adattermék, amely gyakorlatilag nem közvetlenül nálunk hasznosul, hanem kifejezetten a partnerek által történő hasznosítást célozná. A belső önkiszolgáló megoldásokon is dolgozunk, illetve ezt is szeretnénk fejleszteni, hogy minél kevesebb manuális munkaerőt vegyen el az IT üzemeltetésről a nagyon különleges kimutatások készítése, illetve ami talán a legfontosabb, és erről nagyon szívesen beszélek külön is, ez az adatok teljes kinyitása, anonimizálása és elérhetővé tétele. Itt, mivel már nagyon túlhaladtunk az időben, így nem mennék bele részletesen, de itt alapvetően arra gondolok, hogy anonimizált tranzakcionális adatok, vagy parkolási adatokból bármilyen más felhasználásra szabadon elérhetővé tenni adatainkat. Ilyen lehet például a kereskedelmi létesítmények tervezésénél lehetne használni például ezeket az adatokat egy ilyen data enrichment céllal, azaz olyan adataink vannak, amelyekhez valószínűleg mások kevésbé férnek hozzá, de értéket tudnak teremteni a saját tevékenységük során. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha bárkinek kérdése van, örömmel válaszolok, illetve az e-mail címem is szerepel az előadás elején, és keressetek nyugodtan, szívesen válaszolok, amire tudok. Nagyon szépen köszönjük, Gábor, a te előadásodat is, és újra kérem a közönség sorait, hogyha bármi kérdés fölmerül, akkor bátran írjátok be a chatbe, és ezt Gábornak föl fogjuk tenni a negyedik előadás végén. És hát végül, de nem utolsó sorban, akkor a negyedik előadót is kérem, hogy ő is beszéljen nekünk, ő pedig nem más, mint Damsa Andrej, aki pszichológus és kutató is egyben, de ez csak az egyik sapkája, a másik sapkájáról is minden bizonnyal beszélni fog. És igazából ő arról fog beszélni az előadásában, hogy azok az eszközök, amiket az adatok elemzésére használni tudunk, ez mennyiben és hogyan változtatja meg a humán területeknek a kutatását, a humán területeknek a feldolgozását. Egyáltalán ezek a módszerek, ezek újak ott, vagy nem újak, régen is használták, vagy csak most jöttek divatba, és egyáltalán milyen új nézőpontot hoznak a humán területekre ezek az eszközök. Andrej, tiéd a szó. Sziasztok! Köszönöm szépen, István, a felvezetést, ahogy fogalmaztál, lesz itt minden. És ha minden igaza, látjátok is a prezentációt. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és az előttem szólókhoz hasonlóan én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon érdekes volt az előző három előadás. A Bettyét már valami ezt ismertem, mert ahogy István is fogalmazott, hogy mondta, mi csoporttársak voltunk még a hetedik évfolyamban, de örülök, hogy újra találkoztattam ezekkel a témakörökkel. Én alapvetően pszichológiával foglalkozom, és azt vizsgálom, vagy úgy tudom fogalmazni, hogy nem a klasszikus értelembe vett pszichológus vagyok, tehát nem a kanapés beszélgetős fajta, hanem kutató, aki megpróbálja az adatokra, a megfigyelésekre építeni azt, hogy hogyan is működik az ember, hogyan is gondolkodik az ember, és itt jegyezném meg csak így zárójelben finoman, hogy például a gépi tanulás és a pszichológia kapcsolatát a mainstream médiában egy napra pontosan 4 évvel ezelőtti esemény nyitotta be az amerikai vagy az USA-ban történő elnök választás, ami behozta ugye a Cambridge Analytica botrányát. Most nem ilyen témákról lesz szó, sokkal pozitív dolgokról fogunk beszélgetni. Olyan tevékenységekről, ami az én esetemben átszövi a munkámat, a napi szintű munkavégzésemhez kapcsolódik, és adatos gondolkodásra épít.
Én alapvetően, ha egy témakörre leszűkíteném azt, amivel foglalkozom, az a digitális világ, a digitalizáció. Ezen belül kettő olyan terület van, ami a szakterületemet képezi. Az egyik a digitális kompetencia fejlesztés. Ennek keretén belül a digitális jólét programban vezetek egy divíziót, aminek az a feladata, hogy egy országos mentorhálózatot, egy humán mentorhálózatot, 1700 plusz főt koordinálunk, és nekik pedig az a feladatuk, hogy segítsenek az állampolgároknak a digitális kompetenciák fejlesztésében. Ez egyik sapkám, a másik pedig egy kutatóközpontban való tevékenység, a Játékos Tét Kutatóközpontnak vagyok a szakmai vezetője, ahol pedig a videójátékok világával foglalkozunk, azt vizsgáljuk meg egyrészt, hogy a videójátékokban melyek azok a motiváló tényezők, melyek azok a fejlesztő tényezők, amiket át tudunk ültetni a nem játékos környezetbe, olyan környezetbe, ami nem rendelkezik ilyen motivációs erővel, sajnos ilyen az oktatás, vagy akár a munkavilága. Ezt nevezzük játékosításnak. A másik oldala pedig ennek a videójátékos világnak maga a játékos, tehát azt is vizsgáljuk, hogy Magyarországon kik a gamerek, kik azok, akik játszanak, és őket hogyan lehet meghatározni. Úgyhogy én összesen három példát hoztam így a mai eladás keretén belül. Kettő erre a két területre fog irányulni, és gyakorlati megoldásokat fog bemutatni. A harmadik pedig majd az eladás végén kiderül. Amikor elkezdtem foglalkozni az adatokkal, ez néhány évvel ezelőtt volt még ilyen online kurzusok keretén belül, akkor elkezdett érdekelni azt, hogy mire is tudom ezt az egészet használni, és annak a végterméke lett az tulajdonképpen azok a területek is, amikkel ma fogunk picit foglalkozni. Szó lesz itt riportolásról, reporting rendszerről, gépi tanuláson alapuló játék preferencia és viselkedés modellező eszközökről, illetve a pszichológiai kutatás módszertan egyfajta vérfrissítéséről, vagy megújításáról. És elhoztam nektek két darab logót. A Pythonról már szó volt, az RStudio, az egy R nyelvre alapuló, hát ilyen interaktív fejlesztői környezet, és azért raktam be ide ezt a két logót, mert amikor én elkezdtem foglalkozni az adatok világával, akkor viszonylag hamar szembesültem azzal, hogy egy komoly szakmai vita megy, vagy egy komoly szakmai diskurzus megy arról, hogy mit kell használni, mit érdemes használni. Én annó még az SPSS-sel kezdtem, aztán átálltam erre, aztán pedig a Pythonra, és most így X év gyakorlat után azt mondanám, hogy jó mindenbe beletanulni, mert mindegyik nyelv egy picit más megközelítést ad, egy picit más hozzáállást ad, amit szerintem érdemes megismerni. Csapjunk bele az első példámba. Azt szokták mondani, hogy mindenkinek van egy főnöke, legalább egy főnöke, és hogyha a színen van egy főnök, akkor nagy esélye riportokat is kell készíteni, vagy valamilyen döntéselőkészítő, vagy döntéstámogató dokumentumokat is kell készíteni. Említettem, hogy mi egy viszonylag nagy mentori hálózatot irányítunk, 1700 fő, ebben a hálózatban különböző aktivitások történnek, fejlesztések történnek, vannak programjaink arra vonatkozóak, hogy időseket zárkóztassunk fel, hátrányos helyzetűeket, fiatalokat érzékenyítsünk az interneten található veszélyekre. Ezek mind-mind fejlesztő programok, X állampolgárt érünk el, iszonyat sok adat születik ebből. Amikor elkezdtük ezt az egészet így picit struktúráltabban művelni, akkor viszonylag hamar beláttuk, hogy ide kell egy reporting rendszer, kell egy olyan megoldás, amin keresztül ezeket az adatokat tudjuk kommunikálni a vezetőink felé, hiszen ezáltal tudnak ők is döntéseket hozni, és esetleg forrásokat teremteni, bevonni. Amikor ennek nekiálltunk, akkor ugyanazokkal a kérdésekkel szembesültünk, amivel biztos vagyok benne, hogy ti is szembesültetek már valamilyen élethelyzetbe. Milyen a céges kultúrába bevett szokás, hogyan készítsük el ezeket a riportokat, van-e bármilyen formátum erre, mennyi ideje van a vezetőnek, mit írjunk le, mit ne írjunk le, hogyan írjuk le azt, amit leírunk. Mi az az info, ami mindenképpen át kell menjen, amire azt mondjuk, hogy szükség van rá ahhoz, hogy egy megalapozott döntés születhessen, és hát ezt milyen rendszerben tudjuk bemutatni. Viszonylag hamar rájöttünk, hogy ha Excel táblázatokat küldünk, akkor nem feltétlenül érjük el azt, amit szeretnénk. A több oldalas PDF-ektől meg mindenkinek borsodzik a háta, úgyhogy az se volt a megfelelő megoldás. Úgyhogy elkészítettünk egy riportrendszert, aminek egyébként az az érdekessége, hogy maga az interaktív része, ami egy JavaScript-re alapuló HTML file volt, ez full RStudio-ban készült. Tehát nem kellett hozzá gyakorlatilag az R-en kívül semmilyen más programozási nyelvet ismerni, és ezt felraktuk egy open source keretrendszerbe, ami jelen esetben egy WordPress felület volt, elláttuk egy belépési kóddal, tehát csak azt tudott belépni, akinek volt ehhez autentikációja, van ehhez autentikációja, viszont hogyha már belépett,
akkor gyakorlatilag rá tudott szűrni akár régióra, akár tevékenységekre, összesített eredményeket tudott megtekinteni. Tehát adtunk egy olyan felületet a vezetőink kezébe, amin keresztül átláthatóan, napra készen, és gyakorlatilag bármikor elérhetően tudják megszerezni az információkat. És volt még egy, vagy van még egy ilyen kis hozzáadott értéke ennek a történetnek, beraktunk egy ilyen meteorológiai hőtérképre hajazó dolgot, ami azt mutatta meg, hogy országszinten ezeknek a mentoroknak a teljesítménye alapján, állampolgári elérés alapján, hogyan teljesít a hálózat. Nem egy trúvány, nyilván ilyen dolgok vannak, de nekünk ebben a helyzetben tök sokat adott, hiszen, amit már említettem, nem egy táblázatba kell kinézni a számokat, hogy adott régióban mi történik, hanem rá lehet nézni egy ilyen térképre, bele lehet nagyítani, ez egy interaktív térkép, ez egyébként pont Pythonban volt elkészítve, és intuitíve látszott az, hogy hol kell beavatkozni, hol működik tök jól a hálózat. Nyilván a térképet néztek, ahol piros, ott nagyobb az aktivitási szám, de hogy ezeket tök jól lehetett prezentálni, és átléptünk egy olyan határt ezzel, vagy kitörtük az üvegplafont, ami arról szólt, hogy dokumentumokat küldözgetünk jobbra-balra. Picit átevezünk a másik olyan területre, ami nagyon közel áll a szívemhez, ez a videójáték kutatás. Említettem a Budapesti Játékos Létkutatóközpontot. Nekünk még 2010 körül az a kérdés fogalmazott meg a fejünkbe, hogy vajon ki a magyar játékos? Hogyan lehet jellemezni azokat az embereket Magyarországon, akik videójátékkal játszanak, vagy akár más játékokkal is? Milyen játékok azok, amik trendingelnek nálunk? Mik befolyásolják azt, hogy valaki ilyen játékkal játszik, vagy olyan játékkal? Ez egy nagyon érdekes pszichológiai kérdés, például a személyiségünk, mint olyan, az befolyásolja azt, hogy például lövöldözős játékkal, vagy stratégiai játékkal játszunk. Illetve nyilván volt ennek egy üzleti vetülete is, hogyan lehet akár játéktípusokat összekapcsolni ilyen keresztmarketing szempontból, vagy más tulajdonságokat, olyan együttjárásokat felfedezni, ami aztán üzleti intelligenciára fordítható. 2011-től kezdtük el az adatgyűjtés, akkor ment ki az első online kérdőívünk, ami egy nagyon pozitív meglepetés volt, hiszen 2011-ben azért már az online kérdőívezés az egy bevált dolog volt, úgymond, aminek az volt az eredménye, hogy el lettek árasztva a felhasználók is, az internetet használó emberek ilyen kérdőívekkel. Nekünk az első kitöltésünkre, vagy az első online kérdőívünkre több mint 10 000 kitöltés érkezett, és ez azért volt egyébként, mert a bevett szokás szerint, hogy a pszichológiában az volt, hogy a játékok negatív hatását vizsgáljuk, tehát az, hogy miért leszel függő a játéktól, vagy hogy egyáltalán miért zárkózod be a szobába és hanyagod el a családodat. Mi ezzel szemben azt kérdeztük meg a játékosoktól, hogy mit fejlesztenek a játékok, te hogy érzed, miben vagy jobb azáltal, hogy játszol, és miért játszol. Úgyhogy több mint 10 000 kitöltés jött, úgyhogy nem adtunk semmiféle jutalmat azért, mert kitöltötték a kérdőívet. Ez azóta feldúzzadt 70 000 kitöltésre, és összesen 28 játéktípust tartalmaz a kérdőívünk. Egyébként az a kérdőív, amin tanítjuk az algoritmusokat, az már 400 változót tartalmaz, és ezt a 70 000 sort, tehát ezzel azért már tudunk variálni. Viszonylag új az a megközelítés, amit a machine learning vagy a gépi tanulás adott nekünk. Mi nagyon sokáig szinte csak leíró statisztikával, vagy esetleg faktorelemzéssel, vagy korrelációk nézésével próbáltuk feltérképezni a különböző kapcsolatokat, és nem akarok reklámozni, de egyébként az Istvánék által tartott képzésen szerzett tudásommal vált lehetővé az, hogy most szombaton délelőtt elkészült az első olyan gépi tanulás alapú algoritmusunk, ami nagyon számunkra hátborzongató, pozitívan értelmezve hátborzongató eredményeket hozott. Elhoztam ide egy példát. Azt vizsgáltuk meg, hogy a különböző játék típusokat kedvelő felhasználóknak, vagy kitöltőknek milyen jellemzőik vannak. Tehát hogyan lehet azt bejósolni, X féle adat alapján, vagy oszlop alapján, hogy valaki például a sportjátékokkal játszik, tehát mondjuk játszik FIFA-t, vagy NBA-s játékokat, és rengeteg változónk van, de elhoztam ide nektek a top 5-öt, ami azt mondja, hogy és egyébként viszonylag nagy pontossággal működnek ezek a modellek. Itt a top 5 változó a sportjátékokra vonatkozóan azt mondja ki, hogy akik sportjátékok játszanak, azok nagy eséllyel fociznak is a való életben. Hogy egyébként a játékosokkal kapcsolatban rákérdezünk arra is, hogy mik a szabadidős foglalkozásaik, mik a hobbiaik, milyen családi állapotban vannak, milyen végzettségük van, milyen munkahelyen dolgoznak,
stb. Tehát rakat demográfia adatunk is van, de például a sportjátékosokról tudjuk azt, hogy szeretnek focizni, szeretik az autós játékokat, tehát itt már van egy termékkapcsolási lehetőség, ellátogatnak sportrendezvényekre, már amikor lehet, ezt a Covid most egy picit felülírta, de egyébként van egy ilyen tendencia, rendszerint konzol platformon játszanak, tehát vagy PS-en, vagy Xboxon, illetve a játékosítást, tehát a játékban meglévő mechanizmusokat, motivációs erőt, ők leggyakrabban a sport esetében alkalmaznák. Most ez így első ránézésre tök logikusnak tűnhet, meg egyébként az is, meg nem kell gépi tanulás ahhoz, hogy ezeket kitaláljuk, viszont nekünk azért volt ez egy nagyon nagy áttörés, mert egy olyan algoritmus, amit mi alapvetően nem befolyásolunk, vagy nem szabályozunk szakmai szempontból, kihozta ugyanazokat a tényezőket, amiket a szakma is leír, vagy amiket mi is gondoltunk. És ez egyébként egy evidens téma, de vannak olyan területek, ahol olyan eredmények születtek, amik aztán további kutatásokat indíthatnak el. Mondok egy példát, az online szerencsejátékokkal kapcsolatosan az egyik legmeghatározóbb tényező, tehát a predikciót legerősebben befolyásoló tényező, az azt mondja ki, hogy az illető férfi és elvált. Most ezek baromira érdekes eredmények, meg érdemes elgondolkodni azon, hogy ezeket hogyan lehet értelmezni. Egyelőre oda jutottunk el, hogy működik a rendszer, és nagyon büszkék vagyunk rá, és ezt elkezdjük kiterjeszteni olyan feladatokra is, ami nem feltétlen klasszifikációt jelent. Tehát nem azt kell dönteni, hogy valaki ilyen vagy olyan, vagy igen vagy nem, hanem például bejósolni azt, hogy hány éves az illető, milyen iskolai végzettsége van, hány barátja van, akár online, akár a való életben. Tehát rengeteg olyan tényezőt lehet ezzel majd még megvizsgálni, ami le tudja írni, hogy tényleg milyen a játékosok, és ezt nem azért mondjuk, mert X emberrel beszélgettünk, és nagyjából ismerjük ezt a szcénát, hanem azért, mert ezt mondták az adatok, és ezt mondja az algoritmus. Egyébként így néz ki egy standard adatbázis, amivel dolgozunk, hogyha valaki valahol mélyen belül megmagyarázhatatlan, pozitív bizsergést érez egy ilyen tábla láttán, akkor jó hírem van, valószínűleg valahol elveszett benne egy adattudós, és érdemes foglalkozni a témakörrel. A harmadik terület, amit behoztam most ide nektek, és amiről szeretnék egy picit beszélni, ez a kutatói létemhez kapcsolódik, egy inkább elméleti kérdés vagy felvetés, mint sem egy konkrét példa. 2011-ben megjelent egy cikk, ami azt boncolgatta, hogy a pszichológiai kutatásmódszertanban, és ez igazából kiterjeszthető a humántudományok kutatásmódszertanának a legtöbb verziójára, viszonylag könnyű befolyásolni az eredményeket. Ez azt jelenti, hogy a kutatói hozzáállás, az, hogy hogyan gyűjtjük az adatokat, hogyan tisztítjuk az adatokat, hogyan választjuk ki a megfelelő változókat, illetve milyen statisztikai próbákat alkalmazunk, ez nagyban befolyásolhatja azt, hogy milyen eredmények születtek. Ugye jelenleg a pszichológiai kutatástan mainstream irányzatában a legtöbb vizsgálatnak a célja az, hogy egy úgynevezett P-értéket, tehát egy hiba küszöböt minél jobban lecsökkentsen. Ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogyha én kihozok egy eredményt a kutatásaim során, akkor annak az esélye, hogy ezt az eredményt a véletlen művelte, tehát nem azért van, mert hogy én felvedeztem egy mintázatot, hanem azért, mert specifikus az adatbázisom, vagy bármi hiba történt az adatgyűjtés során, ezt csökkentsük, hogyha ez nagyon picike, akkor el tudjuk azt mondani, hogy igen, megtaláltuk azt, amit keresünk, igazunk van. Na most ez a fajta bizonyítási vágy, vagy bizonyítási kényszer el tudja vinni a kutatást, és ilyen extrém becslések szerint akár 60%-ra is tehető azoknak a publikált pszichológiai kutatásoknak a száma, és itt olyan mainstream újságokat értsünk, mint például a Science vagy a Nature, amelyek pont ebbe a hibába estek bele, és sajnos, hogyha megpróbáljuk őket reprodukálni, akkor nem fog kijönni ugyanaz az eredmény. Most ezzel nem akarom azt mondani, hogy a pszichológusok meghekelik a rendszert, és ilyen áldáz módon fals információkat közölnek, hanem azt, hogy az a módszertan, ami jelenleg a pszichológiában működik, az sajnos helyet ad az ilyen jellegű torzításoknak, amelyek aztán bejutnak majd az eredmény értelmezésébe, és a publikációs folyamatba is. Ugyancsak a kültakadémiás képzés alatt találkoztunk egy keretrendszerrel, egy adatelemzést támogató vagy struktúráló keretrendszer, ez a CRISP-DM, aminél nekem első körben az volt az érzésem, hogy végre van egy olyan
kutatásmódszertani eszköz a kezemben, ami nem feltétlenül egy modell, vagy nem feltétlenül egy képlet, hanem egy olyan struktúra, ami mentén szépen fel lehet darabolni úgymond a kutatást, és nyilván ezeket összekötve, meg iterálva el lehet végezni egy tök jó elemzést, aminek a végén kiesik egy termék. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy ezt a fajta modellt, ami gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megérted azt a területet, amiben te fogod végezni ezt az elemzést, vagy magát a kutatást, innentől kezdve egészen odáig, hogy fel tudod használni az adatokat, és nyilván a felhasználás során vissza tudod nézni azt, hogy mennyire volt ez jó, vagy kell-e rajta változtatni. Tehát az egész módszertant ráhúztuk a pszichológiai kutatás módszertanra. És elkezdtünk PhD hallgatókkal dolgozni együtt, olyan adatbázisokon, amiket egyébként ők már elemeztek klasszikus eszközökkel, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet. És megdöbbentő volt látni azt, hogy már az adat előkészítési fázisban, ami ugye egy nagyon-nagyon fontos része az algoritmusok tanításának, sok helyen elvéreztek az addigi eredmények, hiszen olyan hibák jöttek elő, amikre egyébként addig nem figyeltek, mert mondjuk az SPSS-ben vagy más rendszerben ezek nem merültek fel, vagy nem jöttek elő. Mondok egy példát, egy kérdőíves elemzésnél, ahol magának a kérdőívnek a végpont számát modell, vagy jósoltuk be gépi tanuló modellekkel, kijött, hogy a kérdőív felvevő srácok, akik BA-s hallgatók voltak, rosszul írták be a kérdőív, papíralapú kérdőív eredményeit az Excel táblázatba, és ugye ez elvitte az egész kutatást. Na most egy adatelemzési, egy gépi tanuláson alapuló adatelemzési folyamatban, ahol nagyon oda kell figyelned arra, hogy milyenek az eloszlások, mit csinálsz a hiányzó adatokkal, hogyan töltött fel az adatbázis, milyen változókra, hogyan figyelsz, hogy egyáltalán mit lehet csinálni azokkal a változókkal, ezek a kicsi hibák előjönnek. És több ilyen esetünk van, és örömmel tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen sikerült valamennyire ezt az egész állóvizet megmozgatni, és bevinni egy olyan látásmódot, ami remélhetőleg el fog terjedni, és a pszichológusok körében is kicsit felnyitja ezt a black boxot, ami egyébként úgy unblock az informatika, vagy a programozás, és azon belül meg még jobban eldugva valahol az adatelemzés. Tehát még egy óriási pozitívum van ennek az egész rendszernek. Azt említettem, hogy alapvetően jelenleg a mainstream pszichológiai kutatásmódszertan arra megy rá, hogy ezt a hiba küszöböt valahogy kezelje, ezt a P-értéket valahogy csökkentse. Ugye ennek ezzel szembe, vagy emellett a prediktív analitika pedig magát a predikciót, tehát a gépi tanulás a predikció sikerességét nézi, és ez alapján dönti el, hogy a modell jó, vagy nem jó. Én úgy gondolom, hogy a második megoldás az egy sokkal objektívebb dolgot tud behozni, és sokkal használhatóbb látásmódot tud behozni ebbe az egész folyamatba, úgyhogy elkezdtük ezt promózni, elkezdtük ezt más kutatócsoportoknak is hype-olni, és remélhetőleg, hogy ebből majd akár egy ilyen kutatói hullám elindul, hogy pszichológusként is merjünk bátran használni olyan dolgokat, amik alapvetően nincsenek benne abban a képzési csomagban, amit az egyetemen kapunk, vagy abban a gondolkodásmódban, amit megkapunk a különböző akár munkahelyek keretén belül. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, csatlakoznék az előttem szólókhoz azzal, hogy az adatos gondolkodás úgy gondolom, hogy egy szemléletmód, amit akkor is lehet használni, hogyha egyébként nem programozok Pythonba vagy R-ben. Érdemes úgy tekinteni minden lehetőségre, ahol vannak adatok, és mindenhol vannak adatok, mint egy potenciális újdonságra, egy felfedezhető területre, és ezeket is szem előtt tartani a mindennapi életben. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Andrej neked is az előadást. Most kérném az előadóktól, hogy így a kamerát kapcsolják vissza, és mindenki nyugodtan gondolkodjon kérdéseken így a hallgatóság soraiban is, addig, amíg gondolkodtak a kérdéseken, addig felteszem azt a pár kérdést, ami a chatben már megérkezett. Elsőként Gábor kérdezi Bettitől, hogy saját fejlesztésű szoftvereket vagy külső beszállítók dobozos megoldásait használjátok-e? Alkalmazunk olyan szoftvereket is, ami dobozos, illetőleg ebbe a dobozos termékbe saját igényeknek megfelelő fejlesztések is végrehajtásra kerültek. Uh-huh. Tehát elsősorban a hálózat elemzésre olyan szoftvert használunk, amit bármilyen másik nyomozóhatóság értelmez alatt mondjuk az FBI-t, az európai nyomozóhatóságokat, az Europolt is használ, ez az I2 termékcsalád, méghozzá az Analyst Notebook az, ami a kapcsolatok vizuális elemzésére szolgál, és ennek van egy adatbázis
része is, ez az úgynevezett iBase, illetőleg ahol nincsen adatbázis, de adatbázisból szeretnénk a kapcsolatot elérni, ott erre pedig az iBridge biztosítja a lehetőséget, csak az adatbázis szintű kapcsolatot speciális módon ki kell alakítani. Köszönöm szépen. Ugyancsak Gábor kérdezi Balázstól, hogy milyen adatok importjával indult a feltérképezés a postán? Igazából a feltérképezés talán nem is a legjobb szó, ugye, amint említettem, mi már rendelkezünk egy nyilvántartással. A SAMU nyilvántartásunkkal, ahol a rendszerek és az integrációk megvannak. Ugye ez valamennyire elvesz az én érdememből. Én inkább ott járultam hozzá ehhez, hogy megtaláltam azokat a core adatokat, ami nem volt egyébként nehéz, tehát a rendszer név, illetve a rendszer csoport, ami alapján tudjuk szegmentálni a kis csoportjainkat, és azok között a vonalakat kellett importálni. Tehát hogyha a konkrét import folyamatra gondolunk, akkor gyakorlatilag kétszer-két oszlopban le lehet rendezni az egészet, rendszer név, rendszer csoport, illetve egy másik datasetben pedig integráció A pont és B pont. Ennyi. Uh-huh. És a másik kérdés Barnabástól, ugyancsak neked Balázs, hogy a hálózatelemzés és a hálózat felrajzolása után tervezi a posta megújítani az architektúráját. Racionalizálás, konszolidáció, mint következő lépés, bújtatott javaslat. Nagyon jó a kérdés. Okozatot nem mernék itt feltételezni, de azt tudnotok kell, hogy amellett, hogy nagyon sok rendszerünk van egyébként IT-téren, nagyon sokat foglalkozunk azzal is, hogy próbáljuk írtani a régi rendszereket, és próbáljuk összevonni azokat a dolgokat, amik igazából most szét vannak szórva, de egybe tartoznak. Úgyhogy tényleg itt nem feltételeznék okokozatot, hogy most a kis rendszertérképen mi lesz, itt valami nagy el fog indulni, viszont el fog indulni csak nem emiatt. Tehát nagyon-nagyon sok projektünk van most is, ami gyakorlatilag alapjaiban változtatja meg a dolgokat, és teljesen új nézőpontokat próbálunk mi is implementálni, de valószínűleg nem az én modellem miatt. Én Gábortól kérdezném azt, hogy nagyon örülök, hogy előkerült az a téma, hogy így a közben keletkezett adatokat hogyan lehet kinyitni igazából más felé, akár partnerek felé így monetizálni ezeket az adatokat, akár a köznek visszaadva. És hogy én tökre örülnék, hogyha egy picit beszélnél így a nálatok lévő adatok ilyen irányú hasznosításáról, hogy milyen tervek vannak egyáltalán, hogy hogyan lehet ezt elképzelni. Azt kell tudni jelenlegi tevékenységünkről, hogy ez át fog alakulni valamikor, tehát a közeljövőben, egy-két éven belül valószínű, hogy más felállásban fog mindez működni, de nem változik az, hogy ugyanezek az adatok meg fognak keletkezni, és hogy ezekre az adatokat leginkább akkor lehet a közérdekében hasznosítani, hogyha ezeket nyíltan elérhetővé tesszük, ugyanis sosem lesz mindig nálunk olyan mennyiségű tudás, kapacitás, illetve nem biztos, hogy lesznek azok az érdekeltségi szálak, például, hogy valaki egy eladható adatterméket a mi adatainkkal bővítve értékesebbé tegyen, ami szükséges ahhoz, hogy ez mondjuk egy adattermék kifejlődjön. Tehát én azt gondolom, hogy azok a tranzakcionális adatok, hogy ki, mikor, milyen, vagy milyen gyakorisággal parkolnak, milyen összegben, adott zónában, illetve ennek milyen frekvenciája van, hogy ez egy nagyon érdekes adatbővítés lehet valaki másnak az adat termékébe, és ezért nem szabad szerintem egyszerűen felelőssége az állami cégeknek, illetve a döntéshozóknak, hogy amennyiben ezt nem lehet monetizálni, és már pedig az én álláspontom, hogy ezeket nem lehet monetizálni, az állami cégek nem tudják ezeket, nem is érdemes, illetve nem hozna akkor értéket, a piac számára elérhetővé kell tenni ingyenesen. Tehát én a monetizálásra így tekintek, hogy az a piaci szereplőnek az elsődleges feladata, az államnál keletkező adatokat szabadon elérhetővé kell tenni, abban az esetben, hogyha ebből a piac értéket tud teremteni, és az állam nem.
Én ezzel kapcsolatban kérdeznék is még egy kérdést, ez már mindenkinek fog szólni, de előtte azt hagyd mondjam el, hogy egy szavazást fogunk hamarosan elindítani, ez nektek hallgatóság, ez nektek szól. Kérlek majd a egeretek segítségével szavazzatok azokra a kérdésekre. És közben azt kérdezném így az összes előadónktól, hogy szerintem ez egy tök jó gondolat, amit itt Gábor elkezdett pedzegetni így a közadatainak a közszámára való visszaadása, hogy így a saját szervezetetekben, és itt tudom, hogy nem mindenki feltétlenül a közszolgálatban tevékenykedik, de hogy el tudjátok-e képzelni, hogy vannak olyan adatkörök, amiket így meg lehet nyitni a nagy közönség felé? Itt nyugodtan tetszőleges sorrendben lehet. Bettinek, mindenképpen a Bettinek adnám. Hát azért mi eléggé szenzitív adatokkal dolgozunk, és még anonimizáltan sincsen erre lehetőség, és nem látom arra egyébként a lehetőséget, hogy így a köz számára ezt így nyilvánossá tegyük. Szerintem egészen más mondjuk egy adóadatbázis esetében, ugyanis ők azért ott ülnek az adózási adatokon, már bocsánat a kifejezésért, és amennyiben azt anonimizáltan lehetne tenni. Tehát abból nagyon-nagyon jó kis modelleket, illetve kutatásokat lehetne végezni, és esetleg más közszereplő adataival összefésülni. Ez mondjuk egy bűnügyi adatok tekintetében ez így elképzelhetetlen. Tehát itt azért nekünk több jogszabályi előírást kell betartani, és azért tudni is kell, hogy mi nem nyílt adatokkal dolgozunk, hanem a büntetőeljárási törvény alapján vannak olyan bírói engedélyhez kötött eljárások is, amelyben olyan szenzitív adatok keletkeznek, amelyek ugye akár minősítési szinttel is ellátottak. Úgyhogy ezeket még nálunk maga a teljes állomány sem ismerheti meg, csak az, aki mondjuk ezekkel a szenzitív adatokkal dolgozik. Andrej, Balázs? Nálunk ez egy érdekes kérdés. Ha videójáték kutatással kapcsolatban szeretném megválaszolni, akkor tök jó lenne, hogyha anonimizáltan ezt elérhetővé tennénk, de nem fogjuk, mert nekünk ez üzleti érték. Úgyhogy ilyen szempontból ez a vonal ez nem működik. A hálózattal kapcsolatosan pedig nem tudom, hogy mennyire lenne hasznos. Számunkra hasznos, mert ezáltal tudjuk optimalizálni a feladatainkat, a tevékenységeinket. Meg tudnánk osztani, szerintem ez nem lenne ilyen szempontból probléma, viszont nem nagyon tudna más felhasználni ilyen jellegű információkat. Én most így ezt látom. Szerintem pedig, hogyha a posta részéről nézzük, akkor hát ez egy elég jó kérdés igazából. Két arcát láthatjuk így az egésznek. Ugye egyrészt egy monopól helyzetben lévő közfeladat ellátó szervezet gyakorlatilag, így mondjuk a levelek terén. Másik helyzetben pedig egy nagyon éles piaci versenyben lévő szereplő a csomagok terén. Úgyhogy én úgy vélem, hogy például a levelek terén szerintem ami hasznosítható információ, az igazából publikálva van a nagy közönség számára is. Amit nem publikálunk, az pedig szerintem nekünk kéne belül egy kicsit feldolgozni. Ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy a postámból is, hogy hogyan tudjuk felhasználni azt a rengeteg mennyiségű adatot, ami nap mint nap keletkezik, és szerintem itt van még mozgásterünk, itt tudunk fejlődni, és én mindenképpen azt mondanám egyébként, hogy levél és csomagtéren is csak akkor lenne értelme publikálni ezeket az adatokat, esetleg átadni nem magáncélú felhasználásra, hogyha előtti már megráttuk azokat, de addig semmiképpen. Köszi szépen. Azt a kérdést tenném fel akkor a hallgatóságnak, hogy esetleg valami kérdés megfogalmazódott-e bennetek. Ezt nyugodtan akkor tegyétek fel, akár szóban, nem fontos a chatbe beírni. Ha nincs több kérdésetek, akkor még arra kérünk benneteket, hogy aki még esetleg nem töltötte ki a kis szavazásunkat, azt tegye meg. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ma este itt voltatok, és meghallgattatok minket, és külön nagyon köszönöm az előadóinknak, Bettinek, Balázsnak, Gábornak és Andrejnek, hogy itt voltatok, és meséltetek arról, hogy
nem profitorientált cégeknél is igazából van helye az adatok elemzésének. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy ma este így együtt voltunk, és ha kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek minket, és ahogy az előadók is felajánlották, nyugodtan keressétek őket is. A prezentációkat és a videókat nyilván minden regisztrált itt lévőnek el fogjuk küldeni, úgyhogy ott meg fogjátok találni az előadók elérhetőségét. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és további szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.